Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Dolgládi Podcast, a folyóiratunknak a podcast adása. Itt van velünk Kolonics László főszerkesztő. Üdvözlök mindenkit! És jó Barnár magam. Gábor. Igen, köszönöm szépen a bemutatást. Megjelent ugye a legújabb lapszámunk, a folyóiratunk lapszáma, itt tartom a kezemben. Reméljük, hogy a kedves hallgatóink is előfizetőink egyben már és kezükben tartják, vagy fönt van a polcukon. Ha pedig nem, akkor nyilván meg tudják tenni a megrendelést, vagy a dolgládi.hu-n. Megszokhatták tőlünk, hogy nem feltétlenül egy olyan folyóirat bemutatót tartunk, hogy minden egyes írást, publikációt elemzünk át az ég, mert hogy nyilván el kéne olvasni a folyóiratot, az lenne a cél, hanem inkább próbálunk ugye háttér információkkal szolgálni, úgyhogy László, kérlek, mutasd be ezen lapszámunknak a tematikáját, mi volt a fő vezérelv a szerkesztésnél. Még mielőtt ebbe belevágnék, azelőtt jó is, hogy mondtad, hogy reméljük, hogy a kezükben vannak a lapszámok, tehát előfordulhat, a postával elég sok gondunk van, tehát előfordulhat az, hogy nem érkeznek meg bizonyos küldeményeink, aki nem kapta készhez a megrendelése ellenére, az fordul hozzánk bizalommal, tehát a Dolgládi e-mail címén jelezze azt, hogy ez nem történt meg, és küldeni fogunk új lapszámot, tehát ez nagyon fontos. Nos, és még mielőtt belevágnék a tematikába, azelőtt mindenképpen fontosnak tartom jelezni, időközben egy fontos változás is történt a lap életében. A lap arculatának a tervezője, aki egész eddig a tördelést is végezte, végül hát megszabadult ettől a feladattól, és történt egy tördelőváltás is, és hát most a lap történetben először nem Gál Berci készítette a borítót sem, akinek egyébként óriási nagy hálával tartozunk, hogy ezt az arculatot, ami gyakorlatilag a sikerünk egyik fontos titka is, megtervezte és gyakorlatilag ellenszolgáltatások nélkül végezte a laphoz kötődő munkákat, úgyhogy nagyon nagy hálával tartozunk neki az eddigi tevékenységéért, és hát ugye a megegyezés szerint, amikor alkalmassá váltunk arra, hogy őt leváltsuk, ez most így megtörtént, úgyhogy reméljük, hogy az olvasók ebből nem vettek észre semmit, de ezt nagyon fontosnak tartottam megjegyezni. Hát ugye ennek a lapszámnak a tematikája az a középkori keresztény Európa. A borítóra mindig nagyon sokat gondolkodunk, hogy mi az, ami, vagy ki az, aki felkerüljön, és hát gyakorlatilag most ugye Nagy Károly lett a borító arcunk. Ugye ő az, akit a történettudományban nem ritkán az első európaiként szoktak jellemezni, és hát ez ugye ahhoz is kötődik, hogy a frank birodalom idején kezdett el kialakulni az az identitás, ami a mostani európai identitásnak a gyökere. Tehát hiába beszélünk a korábbi történeti korokban Európáról, az, mint elvont fogalom, igazából nem létezett. Tehát földrajzilag egyébként is nehezen megfogható a keleti határa Európának, de mint egy tényleges entitás igazából nem létezett, inkább egy ilyen földközi tenger környék, egy mediterrán kultúrkörről beszélhettünk ezelőtt az idő előtt, ami gyakorlatilag a római birodalom bomlásával bomlott fel. Hát gyakorlatilag most fel is vázoltad, ugye, hogy miről szól a te vezércikked többek között, mert ugye itt geometriai, metafizikai és egyéb összefüggéseket, vagy akár ugye a középpontra gondolván, vagy a kozmikus hegy, tehát hogy nagyon sok vetületét vizsgálod a középkornak a fogalmának, meg a középpontiságnak a fogalmának, úgyhogy az itt tényleg jól bevezeti Hát igen, az volt egy ilyen kicsit ilyen játékos elképzelés volt ebben, mert hogy ugye középkornak nevezzük ezt a korszakot, amiről az ember több mindenre asszociálhat. Ugye nekem egyébként a metafizikai közép, tehát a metafizikai középpont az, amire asszociáltam, de ennek az eredeti
elnevezése egyébként nem a centrum fogalomhoz kapcsolódik, hanem a médiumhoz, és hát igazából azzal a gondolat kísérlettel játszadozom, hogy a magyar nyelvben ez egy ilyen szerencsés összefüggés, hogy a középpont az középpont, meg középkor, de hát eredetileg, amikor ezt a nevet adták, akkor egy ilyen átmenetiségre próbáltak utalni, viszont én azt gondolom, hogy ez egy teljes félreismerése az időszaknak, és inkább beszélhetünk egy centrális korszakról, mint egy átmeneti középszerű időszakról, aminek egyébként a későbbi hanyatló korokban próbálták a középkort ábrázolni. Igen, egyébként az egész lapszám, hogy tematikus lapszám, bár nem tartozik nyilván minden írás bele ebbe a tematikába, de ezt a szellemiséget szerintem nagyon jól átfogja, még akkor is, hogyha egy kimondottan nem a középkorhoz tartozik ez az adott írás, akkor is nyilván abból a szellemiségből próbálunk táplálkozni, ami leginkább ugye a középkorra volt jellemző, és a modernitással szemben határozzuk meg magunkat. Tehát ugye ebben a lapszámban is van több modernitás kritika is akár, ami mind a Duogládi, mind folyóiratnak a küldetését jellemzi, tehát hogy a modernitással szembeszállunk, mint akár a HVM-nek a küldetését is jellemzi, és Michel mutatja jobban, hogy nem egy ilyen elvont, köldöknézős, filozofálgatós társaság vagyunk, bár ugye a filozófiát szeretjük, de hogy bekötjük a jelen korba is a gondolatiságunkat, és akár a középkornak a szellemiségét is próbáljuk forma felett értelmezni. Igen, és ezek közé az írások közé tartozik egyébként a te írásod is, ami aztán ugye alapban a második, hagyományosan is, ami a szórakozás kultúrájáról és az emberi minőség alászállásáról szól. Ezt nem tudom, hogy mennyire lehet megosztani a hallgatók, hogy mi volt ennek az inspirációja, mert én ugye tudom, hogy ez megszületett az írás, vagy erről szeretnél beszélni? Hát, nyugodtan szerintem megoszthatjuk így a kedves hallgatókkal, eleve mondjuk maradjunk egy családias körben, tehát a hallgató szám vagy néző szám, hogy ennek a podcastnek is szerintem azt mutatja, hogy eléggé családiasan vagyunk. De a lényeg, hogy nyilván mai fiatalokként mi is járunk szórakozni, illetve ifjúsági mozgalomként látjuk, hogy a nálunk még fiatalabbak, tehát a mai 14-15-16 évesek hogyan szórakoznak, és azt látjuk, hogy ez a terület az, amit szerintem teljes mértékben már átvett a modern szellem, és rávilágítani is visszázs arra, hogy ez nagyon messze áll a tradicionális szemlélettől, és így a szórakozásnak a minősége, az egyébként még kiváló fiataloknál is azt látom, hogy nagyon alacsony rendű, és egyfajta egy ilyen, vagy egy ilyen nagyon törzsi belefeledkezés, egy ilyen túlzott erőszakosság, vagy egy ilyen tényleg ilyen anyagi mozdulatsornak a megjelenítése, vagy ilyen teljes bódultság, elveszejtődés, és számomra ez visszás volt mindig is. Tehát nyilván fiatalon, most én is vagyok, ugye nem akarok itt álszentkedni, tehát nyilván én is vettem részt ilyen táncokban akár, vagy szórakoztam, meg szórakozok talán még most is ilyen módon, bár ugye próbálom csökkenteni, de hogy kívülállóként ránéz egy ilyen közegre, itt most konkrétan ugye egy esküvő, illetve egy lakodalomnak a záróráira gondoltam, illetve az inspirált, hogy akkor formálódtak ki ezek a gondolatok bennem. Tehát, hogy látva egy ilyet így kívülről, igazából ez inspirált, bár nyilván ez egy hosszabb folyamat, tehát én minden írásomat általában azért hosszan érlelem, általában én gyorsan írok, tehát amikor már megvan, akkor gyorsan leírom, de ez a téma is olyan, hogy én azt azért már több éve vizsgálom, meg foglalkozunk ezzel a témával, tehát mondjuk onnan kezdve, hogy megalapítjuk ugye a Szent Korona rádiót, és a nemzeti rock műfaja betör, és a fiatalok erre kezdenek el szórakozni, és ugye erősödik ez a szubkulturális jelenség, már ott is megfogalmazódtak bennem kritikák, kétségek, hogy ez most milyen szempontból pozitív, vagy milyen szempontból lehet akár negatív,
Tehát már akkor érlelődtek ezek a gondolatok, és akkor az emberben nyilván gyűlik, szerintem ezen az írásnál is látszik, hogy nem mondjuk egy adott eseményhez úgy köthető, hogy ott ültem mondjuk a sarokban az ominózus lakodalmon, és akkor kigondoltam, hanem inkább úgy mondom, hogy akkor érett meg így a végső formájában bennem. Hát igen, és most így az elmúlt időszaknak a tapasztalataiból kiindulva, ugye most kicsit a legutóbbi tárgyalásodra gondolok, itt nagyon határozott értékrendet mutatsz fel, és hierarchizálod a szórakozásnak bizonyos típusait, úgyhogy ez a jövőre nézve lehet, hogy veszélyes lehet, hogy valamire azt mondod, hogy pozitív, valamire meg nem, egy értékrend mentén. Tehát ez... Ja, hát igen, tehát a jelenlegi közbeszéd ugye arra felé tart, itt nyugatra még inkább, meg a közösségi, a médiában meg látjuk, hogy miféle véleménydiktatúra van, tehát mindenféle értékítélet és szilárd értékrendszer üldözendő, és tényleg az az elképesztő, hogy ugye az előző tárgyalásomon, ugye itt ebben az ászlós, LMBTQ-s ügyben, bár most kicsit ugye elkalandozunk, de nem baj, hogy ott maga az ügyész mondta ezt ki, hogy az a veszélyes bennem, és azért fűződik jelentős társadalmi érdek az én elítélésemhez, mert az én szilárd világnézetem és meggyőződésem az egyben egy előítélet is. És egyébként liberális fiataloktól is halljuk, amikor szembesítjük őket mondjuk a liberális viselkedésükkel, akár az, hogy milyen zenét hallgatnak, vagy hogyan táncolnak, hogy ne legyünk már ilyen előítéletesek, majd ne ítéljük el őket, ők csak fiatalok, és így szeretnek mulatozni, így fejezik ki magukat. Tehát ez minden szinten megvan ez a probléma. Igen, hát ugye szerintem a fiatalság az, amikor megpróbálják megmondani, hogy milyen módon illik és nem illik szórakozni, akkor igazából az ő szabadságának, az álságos szabadságának a megsértését látja ebben, de a szabadság az igazából nem olyan keretek között mozog, mint ahogyan azt a modern ember elképzeli. Igen, és egyébként nekem nagyon visszatér konkrétan a lapszámra, és ide visszacsatolva, hogy van benne, illetve minden írás nyilván olyan jellegű, hogy segít mondjuk egy bőti időszakban is, vagy olyan inspirációt ad, de konkrétan így az életvitel tekintetében mondjuk Stammler Ábel írása, az Isten barátai címet viseli, ami szerzetes rendeknek attitűdjeivel, meg történetével, stb. Meg szellemiségével foglalkozik, az ugye meg kontrasztba állítható ezzel a modern felfogással. És hát meg kell nézni mondjuk, hogy mennyien vannak egy koncerteseményen, meg hányan mulatoznak ilyesmire, és ezzel szemben pedig a szerzetes rendek jelenlegi állapotát. Tehát, hogy a világod, az látjuk, hogy óriási minőségi alászálláson esik keresztül. Igen, és ugye a lábelnek az egyik ilyen központi gondolata a lábeli írásának az az, hogy ugye a mai utilitarista világban, a haszonelvű világban az emberek nem értik ezeknek a például a szerzetes rendeknek a használt, az imádságnak a használt, és szerencsésebb korokban az uralkodók azok tudták, hogy milyen fontos annak a rétegnek a fenntartása, a életben tartása, amely permanensen az államért és az uralkodóért imádkozik, és egyébként ezt szerencsésebb korokban az ellenoldal is tudta, lehet, hogy az ellenoldal most is tudja, mert hogy amint véres és felforgató forradalmak törtek ki, gyakorlatilag az egyik első intézkedés az volt, hogy elkezdték üldözni, eliminálni, felszámolni a szerzetes rendeket, tehát hogy ezek nem csak szimbolikus cselekedetek voltak, hanem ezeknek a tényleges gyakorlati világban is megvan a következményük. Úgyhogy ez nagyon, nagyon, nagyon izgalmas felvetés egyébként. Abszolút. Most itt akár mondjuk itt a zsidóság kapcsán is értekezhetünk, ugye, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk ők milyen komolyan veszik a vallásuknak, akár azon részét is, amikor a közéletbe próbálnak befolyással bírni. De most lehet, hogy meg túlfeszíteni itt a podcastünk témáját. Tehát összességében én azt mondom erre a lapszámra,
hogy nagyon erős, és tényleg sikerült tartani a tematikát, még akkor is, hogyha mondjuk egy cím alapján, vagy látszólag valami nem is illeszkedik úgy oda, de nagyon izgalmas, tehát onnantól akár, hogy itt az a téma megjelenik, ugye, hogy a kereszténység és harc összekapcsolása, ugye itt D. Fekete Balázs barátunknak az írása, vagy akár ugye Szent Lászlónak, ugye a Csarnay Márk írása, az is Szent László megjelenik. Ugye ezek olyan eszmények, amik tényleg ideillenek, és a kerek egészet alkot, ez a lapszám is így. Úgyhogy most itt nem önfényezni akarom magunkat, már csak azért sem, mert a te feladatod leginkább az, hogy ezt így összeszerkezd, és kiválóan sikerült, de inkább kedvet szeretnék ahhoz csinálni, hogy aki esetleg ugye még ezt a lapszámot nem vette meg, nem rendelte meg, vagy még nem olvasta végig, az tényleg, és akár úgy is, hogy végigmegy az írásokon, mert majdnem, hogy egymásra épülnek, hogy egymásba bele lehet őket kötni, be lehet fűzni. Úgyhogy én is nagy-nagy örömmel olvastam, mert egyébként, ugye, mint mondottam, ugye, általában én is csak leadom az írásomat, egy-kettőt még ugye hozzáteszek, ötletelünk, stb., de én is általában a végét vagy már készen látom, vagy digitálisan, vagy így a kezembe véve, és azt is örömmel látom, hogy itt most akkor tovább dicsérjem magunkat így kicsit szemtelenül, hogy nem hagyott a lábba lendület. Mert van egyfajta olyan érzés, ami sok folyóiratnál, vagy szerzőknél esetleg, hogy valahogy mindig ellaposodik egy idő után. Szerintem ez ránk nem jellemző, de hogyha esetleg valaki így érezné, hogy van ezzel kapcsolatban kritikája, azt is persze nyugodtan várjuk. Na mindegy, de én azt akartam mondani, hogy nagyon van még bennünk lendület, van erő, és szerintem ez átjön a lapszámon. Itt nyilván azért is, mert mindig azért új szerzőink is vannak. Igen, hát én is nagyon sokat dolgozom azért, hogy egyre több olyan szerzőt tudjunk bevonni, akiknek tényleg érdemes a szavára adni, és olyan írásokra lehet tőlük számítani, ami egybevág a mi profilunkkal. De egyébként a reflektálva arra, hogy ugye úgy érzed, hogy ezek az írások így egybe kapcsolódnak, minden szám előtt ugye küldök egy ilyen szerkesztői körlevelet azoknak, akik ilyen szóba jöhető szerzők, és abban nyilván ilyen kicsit ilyen csapongó módon megpróbálom felvázolni azokat a kereteket, hogy nagyjából mit kell gondolni, vagy miből lehet kiindulni a lapszámba írott anyagok elkészítése kapcsán. De ezek nagyon-nagyon tág keretek, és én nem nagyon szoktam beleszólni az írásoknak a témájába. Ennek ellenére rendszeresen érzem azt, hogy ezek az írások, és nem feltétlenül az én felvetéseim kapcsán, ezek tényleg ilyen masszívan egymásba kapcsolódnak, és olyan, mintha ha valami ilyen kollektívum közösen írná őket, és ténylegesen egymásra reflektáló írásokat lehet találni, és még valamikor a legelején talán, lehet, hogy az első, második, harmadik lapszámnál éreztem ezt a legerősebben, hogy olyan, mintha valamilyen ilyen felsőbb akarat, vagy egy ilyen vezérlő kéz, vagy a Szentlélek vezérelni ezeket az írásokat, mert olyan szinten egymáshoz kötődtek, és én egyébként azóta most érzem ezt a legerősebben ennél a lapszámnál. Tehát egymást nem ismerő szerzők tettek le az asztalra olyan írásokat, amik minthogyha tényleg így a, nem tudom, az irodának a két sarkába egymással konzultáló embereknek az írásai lennének. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon különleges és fantasztikus élmény és eredmény. Abszolút, mert ugye gyakorlatilag személyesen amúgy én sem ismerek minden szerzőt, meg hát mondanunk csak, hogy nincsen olyan irodánk, hogy leülünk és nem tartunk így fizikailag megbeszéléseket, úgyhogy látszik, igen, hogy a Szent Szellem az azért jelen van, és Isten a tenyerén hordoz minket ilyen értelemben is, és ezért is különleges szerintem a mi folyóiratunk. Meg azt korábban mondták itt többen is, ugye az ilyen visszacsatolás volt, hogy ugye a címválasztás, a Duo Vládi, hogy két kard, az is mennyire erősen jelen van.
mert ugye ebben a lapszámban is vannak ugye olyan belső levelek, közleményeink, amik ugye a vármegyés harcunkba engednek betekintést, ami abból a szempontból szerintem unikális, hogy kevés olyan szervezet van, ami ennyire egyrésztről zárt is, mert ugye zártak vagyunk valamilyen szinten, de egyrésztről már transzparensek is, és kevés az a szervezet, akinek mondjuk így a belső leveleit lehet olvasni. Mondjuk én még nem voltam más szervezetben, se pártokban, semmiben, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán születnek-e olyan belső levelek, amik mondjuk próbálnak nem csak technikai, hanem néha szellemi iránytatást is adni a tagságnak. Mi ugye ezeket is beszerkeztjük, ez egy koncepció is volt. Most nyilván annyit elárulok, hogy amióta ugye ezt csináljuk, azóta annyit odafigyelek, hogy néha tudatosan írom úgy ezeket a belső leveleket, hogy akár belekerülhet, mert én ebben egyébként nem szólok bele, ezt, mint főszerkesztő, ugye te is kapod, mint a HVM vezetőségi tagja, meg tagja, és akkor eldöntöd, hogy bekerüljön, vagy ne. De azért próbálom úgy fogalmazni, hogy beszerkeszthető legyen, és a technikai útmutatásokat, meg azt általában ugye már külön levélben teszem meg, hogy ez ne okozzon zavart, de szerintem ez is egyedivé teszi abszolút a lapot, meg mondom, a visszajelzések is ezek. Igen, ez én azt gondolom, hogy a konkrétan a nagy tömeg számára, már amennyire nagy tömeg olvas minket, de tehát a nagy tömeg számára írt írások, esszék, publicisztikák mellett egyébként nagyon-nagyon fontos része a lapnak ez, hogy ezeket a mozgalmi körleveleket, illetve közleményeket közé tesszük. Meg egyébként én, mint történelem szakot végzett történészként is tanult ember, egyrészt olyan dokumentarista a célját is látom, tehát hogyha egyszer majd valakinek a mozgalomnak a történetét meg akarja írni, akkor ennek nagyon fog örülni, hogy ezek össze vannak szedve. Másrészt olyan meg szerintem ezek azok, amik a leghitelesebb képet tudják bemutatni a mi tevékenységünkről. Tehát nagyon-nagyon különlegesnek gondolom azt, tehát ez masszívan feldobja a lapot, hogy ezek az írások is beszerkesztésre kerülnek. Hát igen, mert aki jó hiszeműen áll hozzánk, meg jó indulattal, az nyilván a 444-ről tájékozódjon rólunk, meg az egyéb Hát az is ellenséges mókás média, néha. hanem ezekből a körlevelekből, meg a gondolatiságunkat pedig nyilván az általunk leírtabból lehet leginkább tanulmányozni és megérteni. Nem tudom, hogy szeretnél még kiemelni írás, vagy bármiről konkrétan így beszélni, mert szerintem így kereken így ennyi. Szerintem ez egy annyi még, hogy a lapszámot egy kedves barátunk, Bartók Zoltán emlékének szenteltük, aki januárban tragikus hirtelenséggel autóbalesetben elhunyt. Hát ezt Igen, ő látható itt az első oldalon. Igen, egyébként ő az Attila Király Akadémiának egyik hallgatója volt, én is onnan ismertem őt, Isten nyugosztalja. Úgyhogy ezzel zárnánk ezt a podcast adásunkat, bármi észrevétel, normális hangvételű kritikát szívesen fogadunk, nyugodtan tegyék meg itt a hozzászólások alatt, illetve hogyha szeretnék támogatni a folyóiratunkat, akkor ezt megtehetik az adó 1% felajánlásával. Erre vonatkozó információ mindig bekerül az adott lapszámba is, de azért elmondom, hogy az Azonosságtudat Alapítványon keresztül gyűjtjük az adó 1%-okat. Köszönjük szépen a figyelmet, fel a győzelemre!